Köszöntöm a Heol Podcast hallgatóit, a vendégünk Fehér István színész. Azt is mondhatnám, hogy színházi ember, színházcsináló, de akár misszionáriusnak is hívhatnánk, ezt majd később kifejtjük, hogy miért. Legutóbb a Kérem a következőt című darabot mutatták be a Gárdonyi Géza Színházban, ez egy igazi családi előadás. A Dr. Bubóról szóló történet rendezője Fehér István volt. Nem tudom, hogy készültél erre az előadásra, végignézted az összes rajzfilmet? Vagy... Nem, ezt én is köszöntöm a hallgatóságot. Nem, ezzel szerencsére nem terheltem agyon magam ezt. Néhány dolgot megnéztem természetesen az interneten, és ezt Szőke Andrea tette meg helyettünk, és az ő koncepciója és elképzelése nyomán. Most én utána néztem, hogy idejöttem, tehát március 5-én kaptam az első változatot, és aztán átbeszélgettük Barát Zolcsival és Szőke Andival, és aztán március 15-én kaptam meg a végleges változatot, és ezután villámgyorsan meg is csináltuk az én kedves kollégáimmal, amiért végtelenül hálás vagyok nekik, mert igen nagy munkabírásról tettek tanúbizonyságot, és villámgyorsan, tehát körülbelül fele annyi idő alatt készítettük el, mint egy szokásos színházi előadást. Tehát ezért hangsúlyoznám, hogy óriási szükség volt a tehetségükre, belátásukra és munkakedvükre. És ez mind adták hozzá. És hogyan fogadták a gyerekek? Én minden előadást a függöny mögül nézek egy jó darabig, aztán én is berohanok, mert a színpadon egy pillanatra megjelenek. Amikor problémáink voltak, azt átbeszéltük, mert azért tudnunk kell, hogy nem egy olyan szövetű történet, amire rögtön rá lehet kapcsolódni. Pláne, hogyha az embernek nincsenek nosztalgikus érzései, tehát nincsen előtte egy Dr. Bubó. Ott éppen megjelenik, és onnantól kezdve nagyon szeretnénk, hogyha belekerülnének a történetbe. Ezért mi elég sok mindent megteszünk, tehát például húztunk is a történetből, illetve a legkisebbeknek közben betettünk egy szünetet. Egyszerűen azért, mert ha az emlékeidet felidézed, akkor benne van az, hogy abban az időben, amikor ezt bemutatták, ez egy családi történet volt. Meghalott az ember az esti mese fölvezető hangjait, és akkor a gyerekek oda parancsolták a szülőket is, illetve szerintem a Bubó történetre, ugyanúgy, mint a Mézga történetre, vevők voltak a szülők is. És akkor rögtön a gyerek megbeszélhette ezt a dolgot a szüleivel. Azon mód, ahogy egy-egy szópoén előkerült, és a szülei nevettek, akkor megkérdezhette, hogy most mind nevettek, és ez itt nem adott, hiszen gyerek mellett gyerekül. És mi próbáltunk erre reagálni, és ezt a szünetet is azért tettük be, hogy egy feloldó beszélgetésük lehessen, megvitathassák azt, hogy ki mit értett, és ezáltal közelebb kerülhessenek már a darab záró szakaszához. Igen, ezek a nyelvi poénok, amik ilyen dupla fenekűek, hogy a gyereknek is aranyos, de a szülő meg különösen érti, hogy mire. A szülő, ugye, tehát ő neki van már egy információja a történetről gyerekkorából, hordozza magában, ő neki kézenfekvő. De egy gyereknek nem. Éppen ez volt a példám, hogy egy óvodásnak tudnia kell-e azt, hogy mi az, hogy végtag. Mert azt tudja, hogy van keze meg lába. De nem feltétlenül tudja, hogy az végtag, hiszen ez a későbbi tanulmányai során kerül előtérbe, de ilyenekre épül. Jutott róla eszembe, hogy az miért poén, hogy kígyónak lábsó, ugye egy tudja azt a felnőtt, de egy gyereknek azt, hogy kígyónak lábsó, azt se tudja, mi az a lábsó. Mi tudjuk, és mi ennek ellenére, tehát hogy mondjam, hogy ez is a Zolcsiéknak, tehát a Babszemjankó Gyermekszínháznak a nagy ötlete volt, hogy Szőke Andi
aki összefűzte ezeket a történeteket, ő írt egy mesét ebből a történetből, amit mi elküldtünk az óvodáknak és a kisiskoláknak, hogy a tanárok egy tulajdonképpen egy drámapedagógiai foglalkozást csinálnak azáltal, hogy ezt megosztják a gyerekekkel. Tehát felolvassák, utána beszélgethetnek róla, hogy ne csak úgy belecsöppenjenek, tehát lehetőségük legyen valamennyire megérteni, tehát hogy már találkoztak egyszer azzal a figurával. Na, mi ezt próbáltuk még megtenni. Vagyis hát akkor megint eszembe jutott, hogy beszél majd az utókor dr. Bubóról, ez bekövetkezett. Reméljük. Tehát van, akinek ez lesz az első színházi élménye, óvodásként. Azért ez... Nagyon reméljük, hogy ez egy jó élmény, hiszen nevetéssel és jó érzésekkel telve hagyják el a színházat. Tehát mi ebben bízunk, tehát hogy közönséget próbálunk nevelni ezáltal. Így van, erre majd visszatérünk, igen, hogy te hány nemzedéket neveltél már, vagy hoztál közelebb a színházhoz. A legutóbbi nagy vállalkozásotok a Petőfi a 21. század költője című vállalkozás volt. Talán ez több, mint egy, hogyha nem mondhatjuk, hogy darab talán, hanem annál egy több. Tehát egy ilyen igazi... Hát azért választottuk ezt, ugye az egyik dolog az, hogy Petőfi írt egy a 19. század költőihez címzett egy verset, és akkor itt ezt a római számot a két X közül hátulra tettük, és így a 21. század költőjéhez szól ez a történet. Amit mi érzékeltetni akartunk, ezt középiskolásoknak csináltuk, és pontosan 45 percig tart, tehát hogy egy tanóra, vagy egy csengetés, az már az előadás végét is jelezze. Nagyon akartuk, hogy érezzék, hogy közük van hozzá. Egy csodához, hogy ne úgy tekintsék, hogy hát 200 éve, hát itt, ami 2 évvel ezelőtt sláger volt, az már ugye mélyen lejátszott, és ciki azt hallgatni esetleg, vagy nem tudom, tehát beszélsz itt a Petőfi 200 igen. évfordulóról, igen. a születésének 200. évfordulójáról, igen. amit ugye lehetne ilyen unalmasan is letudni, hogy kipipáltuk, ehelyett nagyon, kineveztettétek. Hát mi nagyon szerettük volna igazgató úrral, és így a művészeti stábból beszélgettünk előtte, hogy mégis mit kellene csinálni, ez még a tavaly ősszel történt, és akkor többféle lehetőség kínálkozott. És volt egy vonal, én azt képviseltem, hogy diákokkal csináljunk történeteket, miután tudtuk, hogy bezárják a színházat, erre az óriási rezsim miatt, és... Gondoltuk, hogy középiskolásokkal lehetne ember tragédiáját, hiszen Madács 200 is van, és Petőfivel pedig az általános iskolásokkal foglalkozunk. Aztán végül is megoldhatatlannak tűnő feladathegynek látszott ez, és úgy maradtunk, hogy akkor Bűvös Virág Madács, és tehát, hogy a színház csináljon valamit, amit kiviszünk. A Bűvös Virág ugye itt a színházi, Gádonyi Géza színház bemutatójára kérdezik. Igen. Tehát Madács kapcsán azt csináltuk 200-as évfordulóra, illetve Petőfi kapcsán pedig a 21. század költőjét. Ezt gyorsan megbeszéltük a kollégáimmal. Ez is egy villám gyorsan elkészülő történet volt. Itt is nagyszerű csapat volt, és... Itt talán Nagy Barbara nevét emelném még ki, aki zeneileg kapta össze ezt az egészet, hiszen azért egy szál gitárral be lehet állítani egy iskolába, és egy kalimba nevezetű hangszerrel, illetve a közreműködő színészeknek az ének hangjával. Tehát majdnem csak a Vox Humana szólt. Tehát amivel azt akartuk elérni, hogy ezt akár ti is csinálhatnátok. Ezt többször ott el is mondtuk, hogy szívesen vennénk, ha ők is csinálnának. Vagy verset írnának, vagy versműsort csinálnának. Tehát nagyon reméljük, hogy ez a munkánk, ez
esetleg ihletően hatott sok fiatalra. Mi nagyon élveztük, ezt feltétlenül el kell mondjam, mert hiszen ilyen, ahogy mi most vagyunk, tehát ilyen távolságra volt a néző, ott nem lehet hazudni, de ezt csak verseken keresztül tehettük meg. Tehát, és a Petőfi verseknek van egy óriási előnye, hogy Petőfi Sándor beszéd, tehát beszélt nyelven írt. Tehát nincsen távolság, tehát annyira közvetlenül lehet megszólalni benne, mint egy barátunkhoz beszélnénk. Teljesen köznapi nyelven benne van vidámság, szomorúság, kiváló szókészlettel, tehát mindegy, az a lényeg, hogy mint hozzátartozó, hozzátartozónak tekinthették. Nagyon remélem. Petőfit. Máskor is közel kerültél a diákokhoz, hát eleve a számos ilyen amatőr színpadot szerveztél, vezettél, illetve a fogyatékkal élők körében is megéreztetted a színháznak a varázsát. Erről hallhatnánk-e valamit? Sok-sok éve. Tehát amit nem vagyok egy ilyen kapkodó ember, tehát itt a színházat is azt körülbelül 40 évet csinálom. A sérültekkel a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület keretein belül foglalkozom. Ott, mint tanfolyam vezető 96-tól voltam, és végül is 99-től, pedig 3 évvel később művészeti vezetője lettem az egyesületnek. Mi országosan és nemzetközileg is rengeteg szervezetet koordináltunk. Tehát a fesztiváljainkon lettek litvánok, franciák, hollandok, németek, irániak, bulgárok, nem, tehát Európa számos országából vettek részt, és a képzéseinken is, tehát lengyelek, portugálok, franciák, olaszok, bulgárok jöttek hozzánk tanulni, és próbáltak minket utánozni. Nem nagyon sikerült. Mi a titkotok? Az, hogy sokan dolgoznak ingyen. Tehát két dolog mellett köteleztem el magam nagyon, az a színház és a szociális munka. És ez a szociális munkások is olyan nagyszerű emberek, akik hajlandóak úgy dolgozni, amiért nem fizetik meg különösebben őket. Tehát ez az, amit mondjuk Párizsban hiába szerveztek fesztivált, ott mondták, hogyha nem fizetnek, akkor ott ugyan nem vesznek részt rajta. Tehát azért mondom, mert sokszor voltunk én Párizsban is, és tudjuk, hogy ott azért volt hanvába, mert az ottani közalkalmazottak nem voltak hajlandóak ezt olyan barátságból csinálni, mint amilyen 80-100 ember végez önkéntes munkát egy-egy fesztiválunkon. Hogyan kell elképzelni ezeket a fesztiválokat annak, aki még nem látott ilyet? Mi igyekszünk megmutatni a sérült embereket. Most az utóbbi 3 évben ez elég nehézkesen sikerül, hiszen a rendezvények azok ránk is, tehát ott volt egy létszámstopp. Tehát ez a pandémia alatt, ez volt, amikor tilos is volt, és a következő évben pedig az 500 fő határozta meg. Tehát ezért mi félfesztiváloknak hívjuk ezeket. Eredetileg azt szerettem volna írni, hogy nem félfesztivál, tehát mert végül is ez lett volna helyes, de aztán maradtunk a félfesztiválnál. És ez, amikor sikeres éveink voltak, akkor ez egy 1500-2000 fő vett részt rajta, és ezt megyei jogú városok színház termeiben. Tehát Pécsen a Nemzeti Színházban, Debrecenben a Kölcsei Központban, Veszprém Petőfi Színház, Székesfehérvár, Vörösmarty, tehát azért mondom, hogy szinte az összes megyeszékhelyet, hiszen ez 95 óta, 87-ben alakult az Egyesület, mint a Gárdonyi Géza Színház is, és
csak az elején még úgy lassan indultak be, és utána már országos és nemzetközi fesztiválokat rendeztek, illetve ezeket képezzük még az ott dolgozó szakembereket minden évben Egerben. Nyilván nehéz elmondani egy ilyen eseménynek a hangulatát, ahogy én emlékszem rá, azért az egy szívdobogtató élménye, hogy a fogyatékkal élő, sokszor elszigetelt embereket így kinyitja egy-egy előadás, nem? Tehát a varázsuk, a személyiségüknek a rejtett értékei így megmutatkoznak. Hát azért sok évtized munkája alapján mondom, hogy a társadalomnak, tehát most különösen azért, mert ez közbeesett, tehát ez azért mondtam, hogy ez 87-ben alakult. Ugyanúgy vonatkozott rájuk is a rendszerváltás, és az azt követő különböző megértségei az embereknek. Tehát, hogy ilyen válság, olyan válság, ilyen kormány, olyan kormány, jöttek, mentek az emberek, és bokros csomag, ez csak azért jut eszembe, mert akkor született az első gyermekem, és azért eléggé mélyen megrendített ez engem. És hát ugye három felnőtt. Három felnőtt fiam van, igen. És hogy mondjam, igyekeztünk ezt a dolgot úgy magunk mögött tudni, tehát nem nagyon törődtünk vele, de kénytelenek vagyunk, mert ma már annyira nehézkes minden, nem ömlik a pénz a szociális szférába sem. Tehát, de ügyesek vagyunk. Nagyszerű az elnökünk, és amennyire Asztalos Zsoltnak hívják egyébként, és próbáljuk valamennyire terjeszteni magunkat. Mi, amikor egy-egy fesztivál helyszínen vagyunk, ezért mindig van egy szabadtéri színpadunk is. És igyekszünk közölni az emberekkel azt, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, tehát ne az csak az legyen, hogy csoportosan láthatóan sérült emberek közlekednek egy városban, nagy számban, hanem hogy ők mit tesznek. Mindenféleképpen, mert az épületben magában nagyon ritkán jönnek be. Általában olyanok jönnek be, akik érintettek valamilyen szinten. Igen. De mi szeretnénk, ha mások is megnéznék, mert csak kaphatnak. Én zseniális előadásokat láttam. Tényleg nem azért, mert ilyen vállonveregetős akarok lenni ez ügyben. Próbáljuk ezt valamennyire dokumentálni is, hiszen a Magyar Speciális Művészeti Műhely mellett egy speciális filmes tagozat is van, ami hát egy önálló egyesület, de az a mi egyesületünkből nőtt ki, azt Fábián Gábor vezeti, és csak csöndesen mondom, hogy a filmfesztiváljainkra olyan 70-80 ország szokott nevezni. És ez ősszel lesz, itt is most is fölhívnám a figyelmet, hogyha valaki a MSMKE honlapját meglátogatja, akkor láthatja, hogy milyen fesztiváli produkciók vannak. Most ezt megpróbálom majd Egerbe is elhozni, hogy valamennyire képet kapjanak az emberek, hiszen tavaly itt láttam dokumentumfilmes fesztiváli elemeket, vagy három filmet bemutattak, és akkor mondtam, hogy talán Egerbe is megmutathatnánk sérült alkotókat. Tehát én láttam iráni, pakisztáni, palesztin, zsidó, perui, amerikai Egyesült Államok, a UNICEF küldött filmet a fesztiválra. Tehát most azért mondom, hogy ténylegesen sokan neveznek, és ennek megvan az a sajátossága, hogy ha már előtte beszélgettünk, hogy filter, hogy itt filter nélkül kapjuk az országokat. Ez nem egy turista film, nem egy nagyszerű fényekkel bemutatott dolog, hanem a mindennapi valóságot kaphatjunk meg. Még akkor is, ha egy sérült ember szemén keresztül, vagy esetleg ő van a fókuszban, de láthatjuk a közlekedést az utcán, a boltokat, egy családnak a belső viszonyait, ami számomra döbbenetes volt. Tehát én, az egyik kedvencem egy török film volt, ahol egy másfél órás dokumentumfilm volt arról, hogy egy siket ikerpár, férfi ikerpár hogyan éli a mindennapi életét Törökország egy eldugott kis falujában, és ott nem voltak ők sérültek.
ugyanúgy kötötték az üzletet, ugyanúgy örültek a családjukkal. Nem, tehát az az életforma, az befogadta őket. Tehát van olyan közeg, amiben ez teljesen természetes, hogy te másképpen kommunikálsz. Hát erre céloztam én az elején, hogy bizonyos fokig ez a színészet lehet misszionárius tevékenység, és úgy látszik, hogy neked ez sikerült, és hát remélem, hogy Egerben is viszont fogjuk látni ezeket a filmeket, és minél több ilyen előadást. Hát még akkor visszatérek egy Bubó erejéig. Tehát a Bubó történet is, ha valaki megnézi, végsősorban erről szól, hogy van egy közösség, ez az erdő. És az erdő széle, hiszen Tyúkanyó és a Szamár, azok nem feltétlenül az erdő lakók, de ott vannak. És hogy ezt kettő állat felügyeli. Az egyik a doktor, a másik a csőrmester. És nagyon elfogadóak egymással szemben. Tehát a különböző, vannak dolgok, amik nem nagyon bocsájtanak meg, de végső soron megbocsájtódik, és mindenki a közösség része. Tehát ez nincsen benne úgy az előadásban, ez nem egy ilyen földcímkézett mondat, de végső soron a meséknek, az állattörténeteknek a befogadó erejéről szól.